játék tészte. Hát, bizony. Nagyon jól érezzük majd. Mi ez, moralizm? Hát a virágot úgy szoktak venni az emberek, hogy színes, hát nem egyforma. Így minden zöldnek kell, hogy legyen. Élő minden. Ez nem jó moralizm, hajj! Hanem valami locsvapka. De a moralizm, hát így nem is hazagyöttem volna. Jó, hát. Egész be van full, az egy-két virág eltűnt. Ne legyünk maci galanyok, csaj. Ez olyan, mint a roma házban legyünk. Mindenhol virág van, mert nem járni jöttem, én pihenni. Ki talált ezt, vagy hogy ki? Azt mondja, meg kell szokni, és de ki mondta, vagy mit mond? A feng shuiós nő. Mi a feng shuiós nőnek ez mi köze van? Ő mondta, hogy hozzak ide növényeket. Mi a feng shuiós gácsi beleszólt abba, hogy ide növény legyen? Minden. Füstölőkkel, növényekkel. Füstölő meg növény. Az ő az abba, én beleszólhat. Mi van, hogy találkozt a gácsival, hogy tegyük. Ki van, mert itt volt a feng shuiós gácsi? Tuti jobbat fogsz aludni, mert nem a halotti pózba vagy, nem a ramatlan. Halotti pózba, bár csak oda kerülnék, hozz nem idegesíteni. Kicsit arrébb. Várja, bács, helyen micsoda én? Le van takarva a tükör, vagy? A tudójára. Azt mondta, hogy a tükör, azt tudod, mit jelképez a halom szóval? Az apja. A harmadik. A harmadik személy. Hát ide nyomtattuk az a nagyon jó csinálj. Lesz így. Hát most ne áragudjam, hogy konkrétan, én, gyere, nézd konkrétan, mi? Hát de mit? Ez itt van a zöld, ezt először a pirosa. Zöld. Itt meg van az, hogy párban van a delfin, ez mi, a szerelmesen. Ezt is most ez ide? Meg ilyen főnix, meg sarkanyek. Ezt is ő hozta? És ettől jobb lesz a szexuális élet. Igen, ennél itt jobban ne legyen ma jobb a szexuális élet, amikor most is jó vagyunk. Kína ízét csinálunk, az volt ma, te kínai sarka, mi cigányok vagyunk, gypsy, nem kínai, gypsy. Csaj, elment a héten az eszem, de komolyan, jósoltánc, feng shui szerint élő. Ó, hogy a szívire jön, aki kitalálta a feng shui, tudja neki a szívire. Csaj, te ezt rendesen élvezett, hogy ilyen virágokat hozott. Nem csak kíváncsi vagyok, hogy most ez segít, nem segít. Jó? De milyen segít? De miért most milyen segít, csaj? Hát például, hogy jobban érezzük magunkat ott, ahol lakunk, ott, ahol élünk. Azt mondta, hogy ettől sokkal jobb fog. Bea, itt nem a házzal van gond, itt a körülöttünk lévő emberekkel. Nem,